Sziasztok, itt Medievil. 10 év után belegondoltam, hogy mennyi időt belefektettem ezeknek a Gerizmond videóknak az elkészítésébe. És azon lepődtem meg, hogy évadonként legalább volt egy olyan videó, amit hatalmas nagy odafigyeléssel és lelkesedéssel kezdtem el készíteni, de nem lett belőle semmi. Na hát. Hogy pontosabb legyek, nem olyanokra gondolok, mint a Kalandregény, Zűrözűrben, stb., aminek már megvan az első, második, akár a 80. része is még mindig nincs befejezve, hanem olyan projektekre, amik vagy csak koncepció szinten vannak készen, vagy már eljutottam oda, hogy forgatókönyv felvett jelenetek, talán még a vágásokig is, de soha nem került fel YouTube-ra. Nagyon fáj a szívem, amikor ránézek ezekre az ötletekre, és mindig azt látom, hogy nincsenek fent a YouTube-on elkészítve. Úgyhogy legalább megadom a tiszteletet nekik azzal, hogy megemlítem őket ebben a videóban, aztán hát ha kedvet kapok hozzá, hogy talán valamelyiket megcsinálom. Lássunk neki akkor! GMSD a maszk paródia. Ennél a videónál se forgatókönyv még nem készült el, sem pedig még a karakterek megformálása. Lényegében csak a borítóképét a videónak készítettem el, amit megosztottam a GMSD Facebook csatornáján. Sajnos ebből a videóból nem lett semmivel, nem tudtam hozzá mit kitalálni. GMSD a Káosz Szövetség új csatlósai. Ezt sem szeretném nagyon túragozni, lényegében ugyanaz a helyzet, mint az előző projektnél, koncepciós kép elkészült, forgatókönyvben már elkezdtem gondolkodni, de nem találtam ki hozzá nagyon jó ötleteket, emellett pedig nagyon nem illenek hozzá Minionok Frosthoz, úgyhogy inkább passzoltam ezt az ötletet. GMST Reptile Purple Guy. Na, itt már mondhatok pár érdekes információt. A videó forgatókönyve egy alternatív idősíkút hozott volna létre az EIF második része után, és Reptile lett volna benne a főszereplője. El is jutottam odáig, hogy ezt a forgatókönyvet elkezdtem írni, csak amikor a modelleket elkezdtem elemezni, ennek a Purple Guy modellnek, amit láttok a képen, nincs face poser funkciója, se finger poser funkciója. Gyorsan elkezdtem kutakodni más Purple Guy modellek után, de sajnos nem találtam. Csalódottságomba újra elkezdtem átírni a forgatókönyvet, de már utána nem láttam benne elég koncepciót, így sajnos ezt is anyagolnom kellett. GMST IFA, avagy az internetet felügyelő alakulat. Ez a videó lényegében egy újabb minisorozat lett volna a GMST csatornáján belül, aminek az előzményei lettek volna a nagyszökés videók, mivel Freddy D. lett volna a főszereplője ennek a minisorozatnak, és ő a gyermekkel születése miatt visszavonult a videózástól, legalábbis a komolyabb részvételtől, emiatt nem szerettem volna őt még ilyenekkel zaklatni, így sajnos ezt a projektet csak képszinten tudtam elkészíteni, onnantól kezdve hagytam az egészet. GMST a társasjáték. Erről már volt szó egy régebbi videóban, nem is szeretném nagyon kihangsúlyozni, csak annyit, hogy ez a szellemi elődje magának a Kalandregény videónak, és az első komolyabb projekt volt, amiben nagy sztárokat akartam volna bevonni, mint Kenny DeVan, Groven, Freddy D. és a többi. Sajnos ez megvalósítási szinten nem volt akkor még lehetőség, hogy ezt megcsinálhassam, mivel a Game Modban nem állt rendelkezésre elegendő középkori pálya, facepozerelhető modellek, amikkel ezt a projektet meg lehetett valósítani, emiatt kellett rá várni, és így született meg később a Kalandregény. GMST a rémálom. Ez a legrégebben még el nem készített GMST videóm. Ha jól emlékszem, még 2010 környékén, 2010 októberében kezdtem el ennek a forgatókönyvét megírni. Fel is vettem hozzá az első két jelenetet, az összevágás szinten az első jelenetre emlékszem, hogy azt megcsináltam, de ezt is abba kellett hagynom. Ennek az volt az oka, hogy ide is bevontam különböző nagy szinkronszínészeket, mint Weisort, Lacvit és Sensit. Tudom, a mai videónézőknek már nem jelentenek semmit ezek a nevek szerintem, de a régi motorosok sokat tudnak róluk. A lényeg az, hogy vissza kellett vonniuk nekik is ezt a szinkronszereplést, és emiatt én is töröltem a projektet, pedig egy nagyon tartalmas, logikai feladványokra épülő memória videó lett volna, amiben a végén derül ki, hogy ki a gyilkos, de úgy, hogy a morzsákat elhintem a videó teljes lefutása alatt. Azt még hozzáteszem, hogy egy később videónak lesz majd fontos szereplője ez a projekt, de addig ugorjunk is a következőre. Itt nem konkrétan GMST epizódról lenne szó, hanem alternatívákról. Az első ilyen alternatíva az Egy éjszaka Freddy-kkel második része után következett volna be, amiből fel is töltöttem már videókat. Lényegében folytatódott volna a második rész onnan, ahol abba hagyódott volna, és egy sorozaton belüli sorozat jött volna létre, de Reptile-el úgy beszéltük meg, hogy ezt inkább nem kéne tovább húzni, mert nem igazán lenne ennek jó végeredménye, emiatt ezt a projektet is inkább elhantoltam.
A másik pedig az Egy éjszaka Freddy-ékkel befejező epizódja, annak az lett a különlegessége, hogy a harmadik forgatókönyvet sikerült megvalósítanunk hozzá. Az első forgatókönyv szerint egy másnaposok paródia lett volna, ahol elloptuk volna Balórát, aztán visszatérünk ugyanúgy a pizzériába, ahol megtalálnak minket az animatronok, és jól lecsesznek minket, hogy már megint mit műveltünk, és az lett volna az egésznek a lényege, hogy reggelre vissza kell vinnünk Balórát, úgyhogy visszajárjuk az összes pizzériát, ahol voltunk. Nem lett volna rossz ötlet, csak az a baj, hogy ez nagyon eltért volna az eredeti főszálltól, és nem szerettük volna, hogy ne legyen hű a játékhoz, hanem nagyjából legyen kerekbe lefedve a történet. A második forgatókönyvről pedig őszintén fingom sincs, már nem emlékszem, hogy azt miért hagytuk abba, úgyhogy inkább menjünk tovább. GMST Ich bin Medieval 2. Na, ez a videó itt nyug nekem állandóan a vállamon, hogy már meg kellett volna csinálnom, de a második rész koncepciója teljesen eltért volna az elsőjétől. Ahogyan az első befejeződött és a német Medieval karakter átkerül Equestriába, onnan folytatódott volna a történet, hogy egy Equestriában játszódó náci katona, aki megpróbál visszajutni a saját világába, már maga az ötlet egy kicsit groteszk meg abszurd, de ez már nekem is túl sok volt, és emiatt inkább nem mertem bevállalni. GMST Evil Dead. Ez egy kakukktojás videó, mivel ennek az ötletét nem vetettem el még a mai napig, és nagyon szívesen megcsinálnám, mivel a mai napig én nagy Evil Dead fan vagyok, emellett pedig, hogy végig is néztem a 3 évados sorozatát, még jobban megkaptam ezt az ihletet, hogy meg kéne csinálni nekünk is ezt a videót. Látok rá esélyt, hogy valamelyik Halloweenra vagy egy különleges horror epizódként még megcsinálom, szóval ez a videó még nem halott ügy. Értitek? Halott. Gonosz halott. Ó, ez gagyi. GMST, fogalmam sincs, mi lett volna ennek a címe. Lényegében csak egy ki vagy Dezső és Zűr az űrben twistet akartam volna létrehozni. Elvetettem, mivel megbonyolítanám mind a két videónak a szálát, úgyhogy inkább nem. GMST a rejtély. Ez a videó, mint a kalandregény, egy remake-je lett volna a Rémálom videónak. Itt is nagy szinkronszínészeket kértem meg a szerepekre, mint például Otherworld Zoli, Kenny Devon, Freddy D, stb. Szinte mindenki elvállalta a szerepet, de sajnos ennek meg is volt az ára. A forgatókönyvet már lényegében elkészítettem, össze is írtam a teljes stábnak, hogy mit kelljen felvenniük, a pályákat is összeszedtem hozzá, a modellek is elkészültek. Lényegében elkezdhettem volna a videó készítését, de bejöttek a problémák. A pályák instabilak voltak, összeomlott állandóan a gamemod, a modelleknek a pózolása katasztrófa volt, nem volt nagyon jól megcsinálva a fizikai csontozatuk. Ennek sajnos az lett az eredmény, addig-addig húztam ezt a videót, míg végül az összes szinkron színész a végén visszautasította a szerepeit, és onnantól kezdve a videó is kukába landolt. Azért fájlaló ez a videó, mivel itt is nagyon komolyan akartam venni az egész koncepciót, hogy komoly GMST-t csinálok, egy igazi horrort, ahol gondolkodnia kell a nézőnek, meg kell szabni a határokat, ki lehet a gyilkos, hogy csinálhatta ezt, stb. Stb. De úgy látszik, hogy ez nem az én stílusom, és meg van átkozva ez a széria. GMST, kalandregény, sötét lova krónikái. Az első kalandregény befejezése után szerettem volna egy spin-off sorozatot létrehozni, amiben az összes volt kalandregényes csapattagnak szerettem volna a történetét egy kicsit jobban kibontani, esetleg még tovább is vinni a történet szálát, azután miután én eltűntem a világukból. Sötét lovaggal akartam volna kezdeni, már el is készült a forgatókönyv hozzá, felvettem az első jelenetet, de valamiért megálltam. Nem tudom miért, egyszerűen ez a videó nem akarta, hogy elkészítsem. Hagytam pihentetni, gondolkodtam rajta, egy kicsit átalakítottam, faragtam, fúrtam mindent rajta, és végül ebből lett a kalandregény 2.0. És végül, de nem utolsó sorban, a legfájóbb projekt, amit nem tudtunk elkészíteni, és amit a mai napig bánunk. Én kicsi GMST-m 5. A mi póni modelljeinket Reptile reszkinelte az első 4 epizódhoz, így adottak voltak a modellek, és nem álltunk meg, miután befejeztük a 4. részt. Reptile elkészítette a teljes Káosz Szövetség csapatának a póni modelljeit, és lényegében egy Equestria GMST kombinációs videót szerettünk volna létrehozni, ahol keveredett volna mi világunk Equestria világával. A legfájóbb része az egésznek az, hogy nem a mi hibánkból adódóan nem készült el a videó, hanem az, hogy Reptile-nak a számítógépe pont akkor ment tönkre, amikor már készülöttünk a videó elkészítéséhez, és konkrétan minden anyag, forgatókönyv, modellek, pályák, minden eltűnt.
Több napi munkája volt Reptile-nak ezeknek a modelleknek az elkészítése, sok energiát és sok fáradtságot vesződött bele, nekem szintúgy a forgatókönyvvel. Beszélgettünk már róla, hogy megpróbálnánk esetleg még egyszer, hogy hát, ha még tudnánk neki adni egy kis lehetőséget, de már a My Little Pony korszak az teljesen elhalálozódott a YouTube-on is, meg nálunk is, emiatt sajnos ezt a projektet töröltük, és a legeslegfájóbb pontja az egész videónak, amit nem tudtunk elkészíteni. Nektek melyik ötlet tetszett a legjobban és miért? Írjátok meg nyugodtan ide a videó alá kommentbe, mi pedig majd elolvassuk és jól megnézzük. Köszönöm szépen, megnéztétek a videónkat, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván mindenkinek a Gerizmos Idei Titkai.